A híradó stábja által vásárolt karácsonyfa izzó kibontáskor nem látszott hibásnak, működött. Azonban feltűnően hamar felforrósodott, és néhány nap után már csak a fele világított. Rosszabbul is járhattunk volna, hiszen évről évre rengeteg égősor bukik el a laboratóriumi vizsgálatokon. Hamar lángra kapnak, szikráznak, szúrnak, ráznak, esetleg könnyen kiszakadnak a foglalatból. A fogyasztóvédelmi hatóság immár hagyományosnak mondható módon novemberben megkezdte az ünnepi karácsonyi ünnephez kötődő ellenőrzéseit. Ezek ugye nyilvánvalóan kiterjednek az általános kereskedelmi feltételeknek az ellenőrzésére, akár az árfeltüntetés, árfelszámításra, de természetesen kiterjednek a veszélyeljáró termékek kereskedelmi forgalomban történő kiszűrésére is. A karácsonyfa díszvilágítása körül gyerekek szaladgálnak. A vezeték lelóg, valahol be van dugva a konnektorba. Beleakadhatnak a lábak, kiszakadhat a vezeték a falból. Visszacsapódik, és már is ott az áramütés, mondják a szakemberek. Karácsony előtt a hatóság fokozottan ellenőrzi például a fényfűzéreket. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legtöbb vizsgálatra kivett fényfűzér termékkel gond van. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy ugye a kereskedelmi forgalomban ugye kaphatóak beltéri, illetve kültéri használatra szánt termékek. Ezért nagyon lényeges, és itt ez gyakorta csak ugye a laborvizsgálat alapján derül ki, hogy ugyan van hozzá használati és kezelési útmutató, és mondjuk a forgalmazó kültérre ajánlja használni, ugyanakkor a vizsgálat során megállapítás nyert, hogy nem biztonságos a termék. A laboratóriumban vizsgált fényfűzérek és izzók általában áramütést okozhatnak, vagy könnyen meggyulladhatnak. A szakemberek szerint arra kell figyelni vásárláskor, hogy vastag legyen a vezeték, lehetőleg legyen rajta felirat, és megfelelő, megszokott méretű legyen a falba a dugaj. Vásárláskor pedig törekedjünk arra, hogy a kiválasztott termék megbízható forrásból származzon.